Oké, akkor a téma, a karma, az ötödik Bhagavad-gíta, az ötödik témája, a karma, filozófiája. Ugye már az előző előadások alatt is sokszor följött a kérdések is arról, hogy most ugyanazt az első alkalommal azért volt egy pár dolog, hogy igyekeztünk belemenni a karmának a kielemzésébe. És tehát karma szó azt jelenti, hogy cselekedet. A karma törvény az azt jelenti, hogy minden cselekedetünknek van egy visszahatása. És ez egy univerzális elv, ami itt az anyagi világban létezik, és irányítja az anyagi világban lévő élő lényeket. Ugye, ahogy az előző előadásokban beszéltünk, hogy az anyagi világban, mint egy börtön, idén a lélek, és akkor itt él, de ugye, mint egy minden börtönnek van egy rendszere, egy törvénykezése, hogy hogyan egy működési rendszer, működési elv, akkor ez az isteni elv, ugyanúgy, mint az idő kontrollálja, és a karma pedig az pedig a benne lévő élőlényeknek az igazgatását elősegítő törvény. Tehát, hogy a karma az egy nagyon igazságos elv. Ugye azt kapod, amit megérdemelsz. Ahogy cselekedtél, az jön vissza rád. És már kezd el menni a hangul. Tehát sokan az olyan univerzális elv, mint a gravitáció. Lehet, hogy valaki jöhet és akkor mondja, álljon vissza a karmába. De a karma az létezik akkor is, hogyha hiszel benne, vagy ha nem. Ugye, mert a cselekedetek azok mindenki tapasztalja a mindennapi életében. Minden cselekedetemnek van eredménye. Bárhogy cselekszem, valami lesz belőle. Ha jót cselekszem általában, akkor az mindig gyümölcsöt hoz. Ha rosszat cselekszem, akkor annak is lesz gyümölcs, csak az lehet, hogy keserű gyümölcs lesz. És nem csak azok a dolgok történnek, amiket akarunk, hogy történjenek, hanem minden cselekedetünknek lesz egy gyümölcse. És ha valaki nagyon tudatosan éli az életét, akkor a jövőjét tudja irányítani valamilyen szinten. Azt, ami most van, azzal már sok minden nem tudunk kezdeni, de mert az előző cselekedeteink döntései voltak. De ez így működik, hogy akkor igazából a mi vágyainkkal meg tudjuk teremteni a jövőnket. Na, a cselekedeteinket, milyen cselekedeteket végzünk. Az élőlény ezáltal a karma által ide van kötve a világba. Mert hogyha bármilyen cselekedetet is végzel, akár jó, akár rossz, a következménye az, hogy egy újabb létformát fog neked kreálni. És akkor ugyanúgy meg kell születni ebbe a világot, azaz nem tudsz visszamenni a lelkivel. Tehát a jóga célja az, hogy elérjük azokat a cselekedeteket, amik nem gyártanak jövőbéli se jó, se rossz karmát. Ó, milyen probléma az, hogyha jó karmát csinál az ember magának? Azért, mert ugyanúgy meg kell születni azért, hogy élvezd annak a cselekedetnek az eredményét. Meg kell szülesi Rockefeller. Hát ez nem olyan rossz. Szerinted. De ő is ugyanúgy meghal. Ő is ugyanúgy öreg lett. Ugyanúgy beteg lett. Szóval gazdag emberek is, ez egy másik téma, de lényeg az, hogy nem érjük, nem szabadulunk meg az anyagi világnak a fejesét, és a jogi az ki akar szabadulni az anyagi világból. Szóval ehhez pedig a karmát meg kell tisztítani, ugye ez lesz majd a következő előadásoknak a témája, az, hogy hogyan tisztul meg a karma, vagy hogyan tudjuk elérni azt, hogy ne legyen anyagi visszahatása a cselekedésre.
Kicsit menjünk abban, hogy mi a működési elve akkor a karmának. Van háromfajta karma. Van azonnali visszahatás. Azonnali visszahatás az, hogy első vagyok, második. Kiugrok az ablakon, és összetöröm magam. És az azonnal jön visszahatás, hogy volt egy meggondolatlanság, és azonnal ott van a karma, ott van a gyümölcs. Van egy olyan visszahatás, ami egy kicsit hosszabb idő alatt hozza meg a gyümölcsét. Mondjuk valaki nagyon egészségtelenül él, és szépen lassan épül le a szervezet, és akkor tudom, beteg lesz 5-10 éven belül komolyan. Vagy szoktuk használni egy példát, hogy miért nem mész dolgozni egy hónapig, és akkor egy hónapból visszamész, hogy akkor miért nem jött a fizetés, addig a hónapig még nem semmi nem vettél abból észre, hogy munkának nincs eredménye, hanem mert az előző havi pénzedből éltél. És akkor a visszahatás az csak később. Szóval vannak olyan karmikus dolgok, amik egészen a múlt életből jönnek. Szóval igazából a múlt életnek a cselekedetei és vágyai fogják létrehozni ennek az életnek a körülményeit. És az, hogy mi lesz a jövőd, az meg abból fog fakadni, hogy mit kezdesz ezzel az eredménnyel, ami ebben az életedben neked van, és szóval neked van szabad akaratod, hogy megdönts, hogy mit kezdesz ezzel, és hogy jóra használod, vagy rosszra, mert annak megfelelően lesz jó, vagy rossz eredménye a jövőben. Az ugyanúgy működik életeken keresztül is, mint ahogy egy életen belül is, hogy van egy olyan döntésem, hogy én az idén nem vetem be a földemet, mert nincs kedvem dolgozni. És az azt jelenti, hogy következő évben, amikor ilyen jön, akkor meg éhínség van, mert hát nem csinál semmi termés se. És akkor ott a visszahatás. Ha meg sokat dolgozol, és akkor beleteszel annyi munkát, akkor a következő évben megnyilvánul a szép termény, és ott van annyi minden, és bőség, és stb. És ez a karma törvénye. De ez ide köti az élőlényt. Az alapjú világból. Na most följött a kérdés az, hogy alapvetően az emberek ugye mindig mást hibáztatnak. Nem? Mindig valami probléma jön az életedben, hát az valaki másnak volt a hibája. Az ország, Viki, akkor Viktor, ugye ő most a főmumus, és előző, akkor meg a másik volt, akkor meg a Feri. De mindig valaki már, akkor a főnököm, a feleségem, a gyerekem, a szüleim, ők a hibásak mindenért. De igazából mindenki, egyetlen dolgot kell megérteni, mindenki a saját számláját fizet. Szóval rendkívül sok bosszúságtól meg tudjuk magunkat óvni, akkor, hogyha mi ezt a gondolkodást el tudjuk sajátítani, hogy bármi, ami történik velem, az én hibám volt. És ösztönözöm bennünket arra, hogy ne végezzünk olyan cselekedeteket, ami a jövőben nekünk valami rossz visszahatást fog okozni. Itt megint egy olyan univerzális tanításról beszélünk, ami igazából meg tudná oldani a föld lakosságának problémáinak a 90%-át. Mindenki arra lenne tanítva, hogy ne csinálj semmi olyat, amit nem szeretnéd, hogy neked is csináljanak. Mondjam, hogy Jézus Krisztus, amit tanított, akkor minden ember így élne, akkor ez egy mennyország lenne. Nem lenne agresszió, nem lenne lopás, nem lenne csalás, nem lenne becsapás, mindenki csak minél több jó dolgot csinálna a másiknak. Csak ez a világban elég jó lenne. Élhetőbb világ lenne, azt tudom. Szóval ugye a jóga filozófiában ez egy alap dolog, a karma. Karmának a fogalma, hogy cselekedjünk úgy, ahogy szeretnék, hogy velünk is bánjanak.
minden visszahatás, ami jön, az a mikoromnak. Lehet, hogy valaki jön, és ez közepre. Tehát, hogyha megyek az úton, és valaki bevág elém, és összetöri az autómat, és akkor én hibáztatom, hogy ismerd el, hogy te vagy a hibá. És akkor igen, lehet, hogy ő volt egy eszköz, de neked akkor azt kellett történjen, kellett, hogy ez a kár veled történjen. Valaki ellopta a pénzedet. Nekem volt az életemben ilyen, amikor az üzleti vállalkozásban valaki ellopta. Egy barátom ellopott 9 millió forintot, a másik esetben meg 3-at. Akkor úgy eltűntek a pénzedet. Úgy mondták, hát nincs. Amit nagyon ugrálsz, kitörlöm a számodat a telefonomból. Hát, az jó, mert én már akkor is előtt próbáltam meditálni a karmámat, de hát biztos csináltam valami ilyesmit, és akkor ezért ezt kaptam. És akkor mondtam, akkor úgy nehéz volt azt mondani, hogy jó, ez az én hibám, szóval nem baj. Legalább jó dolog, mert föl tudtam égetni ezzel egy olyan visszahatást, ami nekem a jövőben problémát van. Szóval megszabadultam valamitől. És akkor ugye, hogyha valaminek el kell tűnnie, úgy is el fog tűnni, aminek jönni kell, úgy is jönni fog. És akkor, hogyha jól dolgozol, akkor másik irányból megkapsz. Oké, ez így jó. Szóval minden olyan dolog, ami jó meg rossz történik velünk, akkor ezt elkönyveljük, úgyhogy ez egy előző csapkedet. Előző cselekedetnek volt az eredménye. Ugye néha az emberek jönnek, hogy én nem hiszek a karmába, valami rossz történt velem, hogy persze az pont én, az én hibám, nem, hogy most én velem itt mindenki becsapott, kisemmizett, csúnyán bánik velem. Karma, hülyeség, nem tetszik nekem ez az egész dolog. Aztán akkor meg valami eredményre tesz szert, akkor mi az azonnal az első dolog? Na ezért én dolgoztam. Ez minden az én munkámból van, ezt én egy életen keresztül, ezt én felépítettem, ez én voltam az oka ennek, ami... Na, most meg van karma törvénye. Ugye amikor valami rossz dolog történik, az más hibája, ha valami jó eredmény van, az meg az én érdemem. Szóval ez nem egy ilyen... Feladata,
mi egy jó karma, mi egy rossz karma, ha ezt csinálod, ezt kapod érte, mint a BTK. Abszolút. Le van minden érve. Ha először becsapsz egy embert, elveszel valakitől valamit, ha jönnek a házadban Istenem, látod úgy benne ülni, hogyha a félistenek érkeztek volna, akkor ez lesz, akkor ott minden. Mindenre van. És akkor ez számomban tartva. Amiket cselekszünk, azok mindig belevésődnek ebbe a karmikus, ez a, olyan a szívünk, mint egy ilyen fénykép, polaroid fényképezőgép, ami folyamatosan fotóz és raktároz el mindent. És akkor ez feltöltődik egy helyre. Amikor a halálod pillanatában, akkor az el van bírálva. Akkor ez a sok minden volt itt. Akkor van egy könyv, az olyan sok jó, vagy kevesebb, és aztán majd egy nagyon sok. Egy nagyon nagy könyv arról, hogy hát mi volt nem annyira korrekt. És akkor mindenre megvan, hogy oké, akkor kis időre el kell menni ide, kis időre el kell menni oda, és táborokba, koncentrációs tábor, most egy nagyon morbid vicitot az eszembe, nem is mondom. Csak mivel jogás, viccként rakták fel, de a koncentrációs tábort hirdetünk, és akkor mutatottak egy képet Hitler, nekem van ilyen táborom. Koncentrációs tábor. Meditációs tábor, jó, igen. Szóval az is egy visszaadás. Ez is egy visszaadás. Szóval amikor nézzük ezeket a, hogy az emberi társadalomban mennyi szörnyűség történik, ez mind azért van, senki nem került oda azokban a helyzetekben azért, mert ő nem érdemelte, meg én véletlen vagyok itt. Ez a baj. És ezt nagyon nehéz elfogadni. Pláne, amikor valakinek az embernek a családjában történik ilyen. Mindenki azt kapja, ami... Szóval valószínű, ők is végeztek ilyen cselekedeteket előtte. És akik ezt megcsinálták, azok is fognak ebben részt venni, őket is fogják. Ugye amikor jönnek, amikor az elmélet találkozik a gyakorlattal. Ó, persze, igen, mindenki megszenvedi azt a műzét, és akkor valaki született nyomorékban. És akkor az úgy dolgozt fel, hogy amikor azt mondják neked, hogy nekem az egyik rokonom, ami ilyen testi fogyatékosként született, és de egy rendkívül okos lány, egyiket ügyvéd. Kisgyerekre van, de fogyatékos, testi fogyatékos. Emlékszem, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem ezt a foglalkozást, és tanultam a könyv, és mondtam, karma, és akkor lejöttünk beszélgetni erről, és hogy karma, és akkor így mondtam, hogy hát, valahogy nagyon kibukott akkor. Azóta már egy kicsit jobban bement neki ez a történet, de ugye akkor úgy hirtelen azért úgy megütötte. És akkor én gondolkoztam, és így, hát ezt most ezt hogy mondod el valakinek, akivel valami tényleg drasztikus dolog történt. Mert ugye akkor az volt, hogy hát gyerekkorában az anyukája terhesség alatt olyan gyógyszert szedettek vele, aminek ez lett a visszaváltása, ilyen csak elényes végtagokkal születik, kezekkel születik valaki. És ez egy ilyen műhiba, orvosi műhiba. Oké, de hogy ennek miért? Miért van az? Miért van az, hogy valaki az anyaméhben meghal? Miért van az, aki a szülőágyon meghal? Hát ennek a gyereknek még semmi bűne nincsen. Miért? És akkor ugye az emberek nincs erre magyarázat. Ó, Isten, igazságtalan, meg az élet igazságtalan, meg a sors, meg oké, de mi a sors? És akkor miért történik annyi szörnyű dolog manapság a világban? Mert az emberek szörnyű dolgokat cselekszenek minden napjaikban. És ennek jön vissza. Amilyen eltorzult tudatban él a mai emberi társadalom, ez a mindent letarolunk, mint a paraziták. Tönkretesszük a Földet csak azért, mert úgy akarok élni, ahogy én gondolom, hogy jó. Mindent megszerezni, mindent kizsákmányolni, mindent még azon az áron is, hogy lehet, hogy nem fog tudni levegőt venni 10 év múlva, vagy nem lesz tiszta víz. Még azon az áron is. Ennek itt a visszaváltás, hogy akkor ugye a természet felborul. És
amikor a kötőerők robotként irányítják már az élőlényeket és az élőlényeket, az érzékeik és az elméjük annyira el van szabadulva, hogy mint a drogosok, ugye, még a belepusztul is csinálja. Szóval ez a visszahatás. És akkor amiben részünk van, bármilyen szörnyűség. Mindig amikor valami szörnyűség történik, én csak mindig mondom, emlékeztetem az embereket arra, hogy jó, de nézd meg. Ez a dolog ez azért volt, mert garantáltan nekik ott volt valami olyan dolog, ami miatt ezt kellett. Senki nem kap semmit úgy, hogy hát én ezt nem érdemeltem meg. Se jót, se rosszat. Szóval, ha látjuk ezt az elvet, akkor meg kell tanulni azt, hogy mi jó és mi nem. Ugye a jóga elvekben ott van Yamaniyamák. Hogyan élj? Arra, hogy kerüld el a rossz visszahatásokat, élj el jámbortó életet. Ne kövessel annyi bűnös cselekedetet, és akkor a jövőd az virágzó lesz, akkor nem lesznek rossz visszahatások az életedben. És akkor választhatunk. Mint ahogy egy országban is az emberek választhatnak, hogy élnek egy törvényt betartó életet, és akkor nyugalomban élsz, akkor nem vagy zaklatva, akkor élheted az életed. Mert az, hogy úton útfélen megszeged a törvényeket, és mindig üldöznek, és valahol mindig elkapnak, és mindig megbüntetnek valahol. Lehet. Te választásod, szabad akaratod meg van. Szóval először tudatosnak kell válni arról, hogy minek van jó visszahatása, minek nem, és aztán utána meg az, hogy amikor már ezen a szinten tudunk létezni, akkor utána meg kell nézni, hogy mi lenne akkor, hogyha egyáltalán az összes visszahatásokból kikerülve, egyáltalán ebből az egész börtönből megyünk ki. Szóval ez a jogának, a joga filozófiának a célja, hogy az ember eljusson ez a megértéshez, hogy a joga gyakorlás és a joga tudás az oda vezessen el bennünket, hogy egy tökéletes emberi lények legyünk itt ebben a világban, és utána a karmának a tudományáról erről, és a karmának a működéséről pedig ezért egy jóginak azért fontos ezt tudni, mert hogy hogyan tudsz kiszabadulni. Szerintem a világnak a működési elvét ismerni kell ahhoz, hogy innen menekülni tudj. És akkor a következő előadásoknak lesz majd a témája az, hogy milyen jóga rendszerek vannak, és hogy akkor különböző személyiségeknek megfelelő különböző utak. Na erről akkor beszélünk, hogy van karmában valami kérdés van. És ez a karma, ez bármikor visszafordítható, mint hogyha valaki sok rosszat csinál, visszatállsz karmadá, aztán megfordul az egész, és jókat cselekszik, akkor... Na, vagy ez a jó érve kapod a jó eredményt, a rossz érve kapod a rossz. Szóval nem lehet így, nem ütik ki. Kiütjük majd vissza. Hogyan lehetne? Hát ez egy másik módszer, hogy rossz karmát hogyan lehet eltüntetni, arra is van módszer, de az nem anyagi, az transzendentális, az lelki dolgokkal lehet karmát tisztítani. Az, ami a jóga. A jógának azok a szintjei, amikor nem csak a test szintjén cselekszünk, hanem a spirituális része is bekapcsolódik, akkor az karma tisztító. De erről fogunk majd beszélni a karma joga folyamatával kapcsolatban. Lehet, hogy egyébként az még belefér. Már hogy csak fáradtak? Még egy section. Lehet? Jó, akkor még beszélünk a karma jogáról majd, de mert pillanat. Csak még ez még meg válaszol, csak közben eljött az a gondolat. És köszöntöm, hogy jó karma, rossz karma. Tehát, hogy, ja igen, hogy tehát itt van egy külön bankszámla mind a kettőnek, és anyagi dolgokkal nem tudod sem megesíteni. Szóval a rossz az jönni fog, megkapod a jónak is az eredményét, meg a rossznak is. Ugyanúgy, mint ahogy most azt mondod, hogy csinálsz valami rosszat, és akkor elvisznek a rendőrök. És akkor van egy bírósági tárgyalás, de figyelj, annyi jó dolgot csináltam még az életben. Nem lehet az, hogy most Lajcsik megint viszik a izébe, a börtönbe, mert valami megint még tárgyalják ezt az ügyét, és akkor hát figyelj, én annyi embert szórakoztattam, hogy mindent tudod, hát én most annyi embernek okoztam örömet, meg
csináltad, akkor azt le kell bűnjönnyed, és akkor utána annak már megkaptad a jó eredményt, hogy te jól vagy, meg szórakoztatod, meg annak is meg lesz az eredmény. Szóval van egy érdekes sztori, ami eszembe jutott a Al Capone-ról, majd azt mondtam Al Pacino, ha majdnem ugyanaz. Szóval Al Capone-ról, hogy ő például volt egy ilyen riport film, amit én National Geographic-on régen láttam, és akkor valami riportot készítettek az unokahúgával. Nem, a nagybátyja volt neki, szóval unokahúgával. És akkor azt mondta, hogy ő senki nem tudta a családjában, ez az ember egy gangster. Senki nem tudta. Az öreg otthon imádott főzni, a legjobb nagyapa volt. Imádta az unokáit, állandó gyerekekkel játszott, ő főzött. Mondta, mutatta, hogy melyik volt a kedvenc kiskötélye, mert az öreg még jobb szakács nem volt. Azt a százalmat ölte. És akkor mondtam, hogy nem ő gyilkolt, hogy legjobb gangster volt, és senki nem gondolta, mert mi otthon egy jó ember volt. Igen. De azt érte vissza a társ neki. Van mondjuk egy tömeg szerencsétlenség, meghal 100 ember. Lehet, hogy egy embernek volt annyira erős formája, hogy a maradék 99-et magával rántotta, vagy mind a 100 embernek meg volt formája. Jó, mindegyik az volt. Tehát akkor mondjuk nem véletlen, hogy mondom, mindjárt egy jó sztorit erről, saját életemből egy példát. Emlékszik valaki, hogy 92-93 körül volt az, bocsánat, az Obi bajnát. Én már akkor iskolás voltam. Én már nem. Te már megszülettél akkor? Nem születtél még akkor, meg jó, akkor. Én akkor érzi az ember, hogy öregszel. Na, de én akkor még közép, én akkor már középiskolába jártam. Amikor te még csak tehetnél. Én már volt egy gyerekem akkor. Volt ez a Szajoli vonatbaleset. Amikor is, ugye szerintem Magyarország legnagyobb vonatból esete volt, amikor kisiklott egy vonat, egy 100-110-el ment egy, nem tudom, hogy akkor volt-e már Intercity, de valami gyors vonat. És akkor leszakadt a mozdonyról, és akkor belerohant 110-el egy egész sor vonata, letarolt az egész állomást. Több százal meghaltak. És a történet az az volt, hogy a bátyám Budapesten tanult, én Nyíregyházán. És az volt, hogy én Püspökladányban laktunk. És akkor ez ugye Szajol, az meg Püspökladány és Budapest között van. Én akkor pont otthon voltam Ladányban, mert nem voltam iskolában Nyíregyházán, de a bátyám is ott tanult Nyíregyházán. És hazautazott, de ő szokott följárni Pestre is. És ez a Nyíregyháza Budapest vonalon történt ez a, tehát ment a vonat. És az volt, hogy azt hiszem, hogy a bátyám azzal a vonattal jött haza, de lesz átladányba. Hazajött valamiért. Volt egy fiú, aki azzal a vonattal akart Pestre menni, és a jegye abba a kocsiba szólt, ami az első kocsiként szágultuk bele, az meg lekéste a vonatot. Képzeld el, amikor lekéste a vonatot, bosszankodsz, és aztán te megnézed este a híradóban. És volt egy osztálytársam rajta, aki meg abba a kocsiba volt, ami szintén az elsőben, és csak a távkáját találták meg. Azt meg utazott fel Pestre a barátjához, a barátja várta az állomáson. Nagy szerelem. És akkor várod azt mondja, hogy valamit nem ment, mert szagolnál ment az állomásba. És akkor, na akkor most életben van, nincs életben. Nem jön a hír, és akkor a szüleim mentek azonosítani, nem tudtak azonosítani semmit, mert a kocsi 3 méteresre lett harmonika, csak a táskáját találták. Szóval ez érdekes történet, hogy kinek kellett rajta lenni a vonaton, meg kinek nem, akkor meg volt a megfelelő elrendezés arra, hogy akinek kell ott lenni, az ott lesz.
akinek meg nem, még nincs ott az idő, akkor az meg nem. Az még, ha akarsz is. Ezért mindig, amikor valami olyan dolog történik velem, bosszankodok, mert hazamegyek, elindulok valahova, otthon hagytam valamit telefonon, minden kell visszamegyek. Akkor ezért nem muszáj számítógép. Múltkor elindultam a programot, a joga programot tartani Bodrog keresztúron, és elindultam Püspökladányból, és már Hajdúszoboszlón 30 km-re voltam készen a számítógépen, ott otthon hagytam. Arról megy a zene, a minden. Mentem vissza, és utána gondolkoztam, hogy várj, nyugi, még odaérsz, nem fogsz olyan nagyon nem lesz sok időt, de oda fogok élni időben, de nem tudom, hogy miért kellett most nekem visszamenni ahhoz, hogy lehet, hogy valamitől meg vagyok óva. Ennyi. Szóval egyébként vannak ilyen, van annak is, az Omeneknek is van egy tudománya, van egy védikus tudománya. Amikor látsz egy állatot mozdulni balról jobbra előtted, az kedvező. Aztán, hogyha visszafele jön, akkor figyelj. Mert az lehet, hogy valami tudatosnak kell lenni valami, mert vannak jelek. Rengeteg jelek, van egy egész komplet tudomány arról, hogy akinek van ilyen tudásuk, akkor azok hogyan tudják meglátni azt, hogy valami kedvező dolog, kedvezőtlen dolog fog történni. Ugye mi volt akkor Vyásadev. Ő látta a kedvezőtlen jeleket a világban, és tudta, hogy a kaliuga jön. Tüzek voltak mindenhol, természeti katasztrófák, az emberek boldogtalanok voltak. Az állatok. Kiabálnak. Szóval minden. Amikor nyugtalan, amikor van egy tűz, és a lovak például, ahogy viselnek. Tehát csomó olyan jel, ami mindig valamire. Azt mondják, hogy ha egy férfinek a jobb szeme így remeg. A jobb szemek a remegése, az mindig azt jelenti, hogy valamilyen kedvező dolog fog történni. Amikor a bal szem remeg, viszont olyat van egy tudat, és valami nem jó dolog fog történni. Mert nyers. Na, ebben nem vagyok biztos, mert lehet, hogy a nőknél fordítva van, mert náluk a két irány fölre van cserélődve. Micsoda? Hét elején minden remegett a bal szemben. A hét elején? Most ezt erről nem mernék mondani. Ezért, hogy lehet, hogy a nőknél fordítva van, mert a nőknél sok minden fel, a nőknél például a bal kéz a kedvező, meg bal oldal a kedvező, mert az a női oldal, a férfinak egy jobb oldal. Na mindegy, szóval ugye ennek van egy tudománya, és ennek van ez nem egy ilyen hirdelem, hanem ennek van valós háttere. De karma az azt jelenti, hogy dolgok úgy történnek, ahogy kell történniük. Tehát olyan nincsen, hogy valaki véletlen volt ott valahol, és véletlen lett milliárdos, vagy véletlen valaki kirabolta és került az utcára, vagy valaki bármiben. Mert hogyha megnézzük, ugye beszéltünk az asztrológia tudományáról, ott azért bele lehet nézni az embernek a múltjába, hogy van-e ott valami, ami miatt most ez a szülés abszolút ott lesz. Abszolút ott lesz. És ez egy másik kérdés az meg, hogy hogyan tudjuk ezeket a karmikus visszahatásokat kezelni, mert arra is van tudomány, hogy olyan lehet karmát tisztítani, lelki dolgokkal lehet tisztítani, amit jóra. De hát akkor erről akkor a következő részből van. Még karmával kapcsolatban valaki? Nekem, vagy a karma az ugyanúgy fekvédi a gondolatokat, vagy csak a cselekedetekre, vagy rengetegen kész neked talán a gondolat, de nem tudom. Jaj, pont tegnap erről tartottam előadást, hallgassátok a magyarra nagy áttörésről. Föl fogom tölteni. Erről beszéltem másfél órát. Gondolat teremtő ereje, hogy majd mit tudsz teremteni vele, meg mit nem. Az tény, hogy a gondolattal tudsz teremteni. Mert minden folyamat úgy indul el, hogy gondolatból lesz beszéd, beszédből lesz cselekedet, cselekedetből lesz eredmény. De gondolatból eredmény, az nem valószínű, hogy fog. Tehát annak más a folyamata.
Régen, előző korokban te csak rosszul gondoltál valamiről, és megkaptad érte a visszaadást. Megcsináltál valamit gondolatban, és megkaptad érte a visszaadást. Kaliugában van annyi könnyedsége, hogy akkor azt gondolat, hogy van egyfolytában semmi más nem csinálunk, csak rossz dolgokra gondolunk, hogy akkor ez a világ nem működő mindenki örökké valahol, és szépen a pokoli létformákban lenne, hogy a rossz visszaadásnak nincs, viszont a jó visszaadásnak van. Szóval te gondolatban nincs lehetőséget csinálni jó dolgokat másokkal, de gondolatban mindig csinálsz, akkor annak megkapod a jámba eredményét. Ennyi jó oldalnak a lényeg. És aztán természetesen, mert a lelki dolgokat csinálunk elmélve, az végképp jó, amikor nincs lehetőséged. Volt a történet, Bhagavatamban, ugye amikor a Rámana meditált és akart Krisnának ajánlani egy terverist. És olyan szegény volt, hogy nem volt pénze. És akkor csak meditációban ült, és akkor főzött, és akkor szép edényben felkész, és akkor megfogta az agyagedényt a tűzbe, és akkor fel akarta tenni az oltára, hogy felajánlja, és az edény megégette a kezét. Mert pedig csak elmélbe csinálta. Aztán nem tudom, hogy utána ott volt-e a tejben is valósan, vagy csak volt az érzés, hogy megégette, de hogy transformálódott az a dolog, hogy elmében akart valami szép szolgáltat, és annak meg lett az eredménye. Szóval igen, ez ebből szempontból az jó. De amúgy meg ez az egész, hát inkább azt mondanám, hogy hallgassátok meg ezt az előadást, mert másfél órán keresztül, vagy két órán keresztül beszélek erről, és nagyon részletesen ki van fejtve minden, hogy ez az egész dolog hogyan működik, hogyan nem működik, vagy mik a fals elképzelések azzal kapcsolatban, hogy van-e valakinek karmája arra, vagy nincs. Nagyon hosszú téma. Az úgynevezett karmamondások, tudod, amikor elmegyek, mivel elmegyek az orvoshoz, hogy fáj a fejem, és ugye elmegyek egy ilyen karmának, akik így karmákat oldanak. Hát azokban oldanak meg egy tudom, csak mondom, sokan azért hisz neked, vagy azt hiszik, hogy elmegyek hozzá, aztán így egy csettintéssel feloldják a... Az, akik elmegyek, azok mégis érdemlik. Ugyan, hát figyelj, most vannak a TV2 RTL klub délelőtt 10-12 év között is Marika néni volt neked karmát. Jó pénzért. Hogy mindenki, hány forint per perc? 700 forint per percért? Hogy járt neked a karmádat úgy, hogy... Hát ez a kaliúga, ez ilyen csalók és becsapok. Az emberek mit akarnak? Nem akarnak semmi olyan dolgot csinálni, amivel valóban lehet oldani. Jó, mondok egy történetet, egy másikat, mit jelent karmát tisztítani, vagy karmát oldani? Ugye az asztrológus ismerősöm, akivel már milliószor beszéltem, ugye Prolanda Singa, csinált asztrológia, vagy szerint elmeséltem a múltkor? Hogy volt egy lány, aki jött, és akkor ugye házasságról kérdezett, és... Nem? Nem. Szóval volt egy joga oktatóm, aki elment egy ilyen asztrológia elemzésre, és akkor most már 28-29, akkor 27 lehetett. És kérdeztem, hogy hát, egyetlen állapot. Lenne valami, a jövőben valami kis párocska, meg család, meg gyerek, és így tök a város kis csigon, sokkal semmi baj nincs vele. Közeles távol elől, hátul sehol. Pasi az életébe. Múlva se. Nagyon belégy, hát egy elkérdezte, hogy ezért én fordítottam. Várnak, és akkor nem tudom, hogy nézd. Hát, hogy keresi a szavakat. Mit, hogyan mondja, beszél, de konkrétum nincs, és akkor így nem mertem, hogy valami gáz van itt, mert úgy finoman mondta neki, hogy hát, gyerek, nem akarsz a szerzetes lenni. Szóval nem volt szerzetes lenni. Mivel nem tudott kibújni ugye a válasz alól, mondta, hogy oké, hát figyelj, elmagyarázom neked, hogy mit látok a karmában, de itt ebben neked ebben az életben nincs se gyerek, se család, meg semmi ilyen dolog. Sajnos ez egy ilyen karmikus visszaadás, amit csináltál előző életedben, hogy ebben az életedben
És ilyenkor gondoljon mindenki arra, hogy abortusz meg ilyen dolgok, mert akkor ugye általában az ilyen dolgokból lesz az, hogy következő ötödben nem kapod meg veled. Ugye nem akartál, következő ötödben nem lehet. És akkor nézte, hogy 9-es ház, ez a lelki élet, spiritualizmus, vallás, benne a Vénusz, ilyen exaltált, nagyon, mit jelent az, hogy exaltált, ilyen virágzó, ilyen csúcsosodó bolygó, tehát a bolygó csúcsosodó állapotban van a Vénusz bolygó, meg az a boldogság. Szóval, hogy ő ebben az életében, ami boldogságot, amiben elérheti a maximumot, az neki a vallás. Azt mondja, hogy te egy boldog szerzetes vagy. És hogyha próbálsz menni az anyagi szférába, kutatni mégis, erőltetni azt, hogy csak belefogsz rengeteg szenvedésbe, találsz magadnak valit, otthagy, minden lesz gyereked, elment, mert nem lehet. És akkor csak egy csomó frusztrációnak teszed ki magad azzal, hogy mégiscsak próbálkozol olyan helyen, ahol nincs. És akkor figyelj, folyamat az, hogy csak menj el lelki életet gyakorolni, és akkor abban hihetetlen boldog leszel. És a leányzó elment. És most másfél éve él ilyen életet, halálból az életem megdöntése volt, hogy nem is kell semmi. De tényleg ez a megmondás, hogy ragyogó pofával találkozok vele mindig, meg így találkozunk, és így mondom, és akkor mondta azt neki még a Kraládi család, de egyetlen dolgot lehet csinálni. Mert ugye az anyagi karma. Azt lehet csinálni, hogy most van még az, hogy 31 éves korod körül én ott látok valamit. Valami lenne, de garantáltan biztos, hogy nem fog megmaradni az anyagi karmát szerint. Hogyha te most nagyon nagy lemondásokat vállalsz, és 3-4 évig nagyon komolyan gyakorolsz lelki életet, mantrázás, tiszta élet, ugye, mert a rossz dolgok, azok az előző bűnös cselekedeteinknek az eredményei, amit neked el kell szenvedjél azzal, hogy majd lenne egy kapcsolatod és nem működsz. Ha most nagyon intenzíven gyakorolsz, akkor mire eljön majd ez a pont, az a 31 éves kor, akkor lehet, hogy fog jönni valaki, lehet, hogy házasság is lesz, sőt még lehet, hogy gyereked is lehet. Az tény, hogy annyira nem fogod tudni átalakítani a karmát, hogy itt valami virágzó családi élet lesz 15 gyerekkel, és te leszel majd a nagy, mint a grandma, aki a nagymami, és akkor a családi életben teljesedik ki, de teljesülni fog a vágyad. Hogy lesz egy család, nagyon egyszerűen fogtok élni, spiritualizmus lesz a központban, és mind a ketten boldogok lesznek. Szóval az, ami nem lehet, az történhet. Mert bejött a lelki élet, bejött a spirituális gyakorlatok, amik meg tisztítják a karmát. Szóval itt lyukadunk ki oda, hogy a mi karma tisztítás, a mi karma jóga. Hogy a cselekedetekbe belekeverjük a lelki életet, és az elkezdi kitakarítani ezeket az anartákat, ezeket a szívben lévő akadályokat a lelki élet útjából, és az összes többit visszaadások eltűnnek. Másik példát mondom, karmikus példa. Volt egy nagyon kedves barátom, egy Krisnás szerzetes volt. Még nagyon a kezdetek idején, amikor Magyarország kommunizmusból kijött, és akkor nyilvánosan lehetett jógázni, meg Bhagavad Gita-t olvasni, meg árulni, meg tudom én. És akkor abban az időben volt egy ilyen, ő akkor szerzetes volt, a Baladév, és egy olyan szerzetes volt, aki egy, hát ugye nem volt nős, hanem ugye ilyen narancsárga ruhában jár, nőtlen szerzetes volt, és ő utazott, és nagyon sok ilyen jóga programot tartott mindenhol. Szerintem Győrbe is jártak a magyarban. És ez 91-2 körül volt. Mindenki imádta azt az ember, egy hihetetlen, spirituális, karizmatikus. Ahova mennek, örültek érte. Nagyon jó, de mindig viccelt, olyan viccei voltak, mindenki imádta. És meghalt egy autóbalesetben, egy nagyon drasztikus autóbalesetben, Győr és Budapest között. Mindig, amikor megyek el Bicskénél, akkor mindig azért ügynyelnek egy nagyot, mert ott van az a híd, amire valószínűleg elaludt.
fölment erre a izére, erre a szalagkorlátra, és akkor gurult, és vagy ment, csúszott, és akkor nem visszafele esett le az út felé, hanem ki, és pont ott esett le, ahol alatta megy egy bicskénél ez a följelmű, szóval így a trabantali düss, és a betorra fejjel lefele. Szóval meghalt. És akkor ott volt benne a ifjú leányzó is, ő is meghalt, akivel éppen elkezdett volna a házasság útjára lépni, és már úgy találkozgattak, meg együtt utaztak, és stb. Senki nem értette, hogy ez a dolog, ez miért volt? Egy ilyen jó ember, aki nagyon mély, és mindenkinek csak jót tesz, és egy ilyen drasztikus módon halt meg. És akkor Sivaram Szalmi, a gurúja, elment Indiába, és egy ilyen asztrológusnál megnézette az asztrológiáját, és akkor amikor belenéztek, az asztrológus belenézett, azt mondja, hány éves volt az ember? Azt mondja, most volt 32, vagy hány éves lehet, hogy Baladéva, amikor meghalt. Ennek a fiúnak már 9 éves korában meg kellett volna halnia. Azt mondja, ez egy ajándék volt az élettől, az, hogy ő eddig élt. És valószínű azért élt eddig, mert nagyon intenzíven elkezdett lelki életet gyakorolni, és ki lett iktatva egyszerűen az anyami karmája. Mert amikor az élőlény elindul a lelki élet útján, akkor egyszerűen csak átváltozik a karmikus, tehát akkor a paramátnál felső lélek az így mindent rakja az útból. Addig, ameddig ő halad előre. És valószínű, ugye, hogy az asram váltásával, vagy az, hogy ő a szerzetességből elindult abba az irányba, hogy akkor most itt van egy lány, és akkor lehet, hogy az élete nem pont úgy ment volna tovább, ahogy ezt föntről engedték volna neki, és akkor inkább azt mondta, oké, akkor jó, akkor itt el van zárva. Csak akkor menj egy következő testbe, és akkor onnan majd tudsz tovább fejlődni, mert ez most innestől kezdve már nekem akadály lenne. És akkor történt. És csak akkor látod, amikor ugye ki van így elemezve egy ilyen asztrológiai dologgal, hogy többet mögé tudsz nézni a dolgnak. Mert amúgy meg csak az élet igazságtalan, ez egy nagy lelki személyiség volt, annyi jó, tehát minden. Oké, de nem látod az egész filmet. Amikor beérsz egy moziba a film végére, és akkor a filmben csak azt látod, hogy egy öreg némit a rendőrök bevágnak a rendőrök autóba agresszívan, és hogy lehet egy öreg némivel nagyon csúnyán bánni, ez milyen dolog. És aztán talán, ha a film elején beültél volna, észre, hogy az egész film arról szól, hogy ez egy ilyen tömeggyilkos csecsemőket öl meg, mindenféle drasztikus módon, és az egész film arról szól, hogy ő miket csinált, és a végén hogy kapták el, és igazából az volt a happy end. De csak annyit láttam belőle. Az embernek a történelméből mindig csak annyit látom, hogy mi ez az élet. És akkor menj, sok igazságtalanság történik, és ez gázkamrába kerül, az meg ezt csinálja, nézd meg, és milyen garázni, ilyen ember és olyan ember, és nem kapja meg a büntetést, majd megkapja később. Hanem ebben az életben akkor a következő. És mindenki, aki meg rossz dolgok történtek velük ebben az életben, az meg azért volt, mert akármilyen nehéz is hallani, de nem mások miatt szenvedünk, saját magunk miatt szenvedünk, az előző cselekedetünktől. És a karma tisztítással akkor pedig ki tudjuk a karmatisztítás az azt jelenti, hogy a lelki cselekedetekkel eltávolítjuk az anyagi szennyeződéseket és a visszahatásokat is, mert azok is valamilyen szinten akadályok a lelki élet útján. Szóval amilyen komolyan belemélyedsz a lelki élet és haladsz az úton, annál olyan mértékben tudod átírni a karmát, akár erre az életre. Rengeteg olyan spirituális nagy személyiséget ismerek, akiről hallottam, hogy anyagi karmájuk szerint soha senki nem lett volna az anyagi világban. És mivel nagy lelki személyiség, minden kíséri őket a siker, az anyagi dolgok, minden. Mert jóra használják, hogy az anyagi energia csak akkor korlátozik bennünket, ha rosszul használjuk. Amint jól használod a dolgokat, mindent a legfelsőbbre kapcsolva, akkor minden anyagi siker is megnyilvánul.